óriási túlélő Luca mellett már a negyedik ninja jelöltet nézheti a pályán, és ez a negyedik ninja jelölt nem más, mint ennek a Ninja Warriornak az egyik kis sztárja, az egyik kedvencünk, mindenki imádja ő, Strommer Soma! Gondolom, hogy lélektanilag átbillenünk. A selejtező pályán kicsit decegősebb volt a menet. Nincs akkora lendület, hogy kiszakítsa magát. Már csak azért is, mert először csináltam. Meg kéne fordulni, Soma. Illetve apa is közvetlenül előttem leesett. Most nem hiszem el! Ez nem lehet igaz. Elképesztően dühös. De az epizód finálén tudtam tanulni a hibáimból. És előnyünkbe fordítani mindazt, amit bírtoklok, fejben is, illetve erőben is, úgyhogy sikerült végigcsinálni. Meg fogja csinálni! Ezt a fülkost nem lehet megállítani! Nagyon örültem, hogy sikerült végigmennem az epizód finálé pályáján is. Sikerült végigvinnem azt, amit elterveztem, hogy magabiztosan végig tudjak menni a pályán. Élvezd ki ezt a dicsőséget! Zseniális vagy! Nagyon örülök neki, és nagyon helyre rázott, így szerencsére a középdöntő előtt. A középdöntő pályáján annyira nincsenek nehéz akadályok, viszont nagyon sok van egymás után, de azt gondolom, hogy ha sikerül jól oda tenni fejbe is magam, akkor menni fog. A Strommer klán esetében azért egy ilyen lépcsőház akadálynál nem annyira vagyunk. Ugyanakkor könnyelműek sem vagyunk, mert láttunk mi már ugye csúnya búcsúzást. Hát igen, Turbo Diesel Bence ugye múlt héten ez egy nagy szívfájdalmunk volt, de nem baj. Strommer Somát nagyon fűti a vágya, 18 éves, ő mindenféleképp bizonyítani akar. Hát úgy látom, a Soma egyelőre nem feltétlenül a leggyorsabb pályarekord címre törekszik, viszont szépen higgadtan, okosan, megfontoltan halad. Egyes srácnak tűnik eddig. Nézd meg ezt a srácot, tehát konkrétan ez egész alkat, ez a kötés, az izomzat, ez tényleg nem tudok más mondani, mint egy ilyen kis dzsungelkölyök. Tehát, hogy a természet rajzolhat ezt a fiút. Hát ez eddig nagyon jó. Na menjük! Menjünk! Egy jó ellendülés, gyönyörű! Az is egy szerencsés dolog. Előtte leestek többen a hengernél, szerintem egy picit ilyenkor a ninja jelöltek összeszedik magukat, és ezt a hengert komolyabban veszik. Majd, hogy nem megállította magát, de megvolt az ugrás, hát lehet, hogy neki ez a technikája. Strommer Soma a kifogásnál tart az ötödik akadály, ő egy sziklamászó, tehát már hazai pályára érkezett. Talán mászásban picit jobb vagyok, mint a többiek, még a mászóversenyek eredményei ezt tükrözik, úgyhogy talán ezt kicsit a legyőnyőbbre tudom fordítani, remélem, hogy ez minél többet fog számítani. Te arc, te gizda! Jó, hát itt azért van Ripper Ferinek, a többieknek kihívója, rendesen, ugye? Visszafogott, nagyon szimpatikus, de azért van arc. Tehát azért van arc, de van is mire. Na Soma, megnézd a falat! Gyere, jártál már erre, hát hiszen 100%-os teljesítményed. Ó, a másik, hát gyönyörű! Soma fújt egy nagyot, neki futott. És felment a nagy falon. Jó idővel, gyerünk a pokoli toronyba. Jöhet a ninja hágó. Megérkezett ismét a pályára egy olyan csodálatos szuper ninja, aki megalázónak tartja, hogyha kötélen kell lemásznia egy olyan 180 cm-ről. Na és felcsimpaszkodik a ninja hágóra Strommer Soma, és hát ahogy az kell, szépen-szépen húzza egyre feljebb és feljebb magát. Strommer Soma teljesítménye eddig 100%-os. Ha ezt meg tudja ismételni a középdöntős pályán, akkor ő egy nagyon-nagyon veszélyes ellenfél. Hoppá! Ne, és kimutatott a kamerának! Ez a sziklamászás! Hát tudod, amikor így... Nem, hát ezt viszont a természetben már meg... Nézd a falat! Gyere, jártál már erre, hát hiszen 100%-os eddig a teljesítményed. Ó, itt a zseniális! A másik, hát gyönyörű! Soma fújt egy nagyot, neki futott. És felment a nagy falon. Jó idővel, gyerünk a pokoli toronyba. Jöhet a ninja hágó.
megérkezett ismét a pályára egy olyan csodálatos szuper ninja, aki megalázónak tartja, hogyha kötélen kell lemásznia egy olyan 180 cm-ről. Na és felcsimpaszkodik a ninja hágóra Stromer Soma, és hát ahogy azt kell, szépen-szépen húzza egyre feljebb és feljebb magát. Stromer Soma teljesítménye eddig 100%-os. Ha ezt meg tudja ismételni a középdöntős pályán, akkor ő egy nagyon-nagyon veszélyes ellenfél. Hoppá! Ne, és kimutatott a kamerának! Ez a sziklamászás! Hát tudod, amikor így... Nem, hát ezt biztos, hogy a természetben már megcsinált egy párszor. Én imádom ezt a srácot, mert eddig ilyen szerényebb arcát mutatta, kezd előjönni a fész, kezd előjönni az arc. Nem az a fajta, aki úgy nem, tehát nem fogyasztotta el az energiáját. Valamiért azt érzem, nyugodt, higgadt, van ebbe a kölyökben még. Hogyha sikerül jó helyezést elérnem, akkor mindenképpen szeretném tovább vinni a Stromer nevet is, meg a West Bremen mászók hírnevét is, és azt gondolom, hogy ez a sikernek egy bizonyos kulcsa is, hogy így közösen tudunk elébe állni a kihívásoknak. Na és hát eljutottunk ahhoz az akadályhoz, Gábor, ami kifogott rajtad is. Hát szerintem itt a rudak nagyon nagy bajban vannak. Ezt az erdőt, ezt megmászta, megeszi Soma. Nem akarsz tehát rúd lenni Stromer Soma kezében, jól értem? Nem, tudod mi akarok lenni? Egy rajongó. Mert én most már tényleg rajongok ezért a fiúért. Stromer Soma, iszonyú jó vagy, 18 éves vagy, az egyik legfiatalabb ninja jelöltünk, és egész egyszerűen ebből finálé lesz, hát ebben itt nincs mese. A páholy az már megvan, de hát itt a páholy az nem cél, a páholy itt nem pálya. Itt menni kell fel a toronyba, Stromer Soma! Eldőlt, hogy Gábortól búcsúzunk, Stromer Soma viszont menetel a pokoli torony felé. Szerintem ezen a srácon már nem foghat ki semmi. Az időd is nagyon jó, Soma, és neki áll, elképesztő pályaidőt tud futni. És elkezdett mosolyogni, A bírod erővel az első leszel. Na gyerünk, Soma! Na gyerünk, is dzsungel kölyök, hát bássuk meg azt a pokoli tornyot! És nincsen fáradtság, hát úgy megy föl, mint más nem tudom, a második emeletre, fönt van! Hát itt mindenkinek fel kell kötni a kapcsolatot. Mert Soma jutott a jövő heti döntőbe. A tavalyi győztes Gyömrei Máté a harmadik legjobb idővel került a fináléba. A végső küzdelemben az egy évvel ezelőtti vetélytársai közül ismét ott lesz Nagy Dani és Béres Norbi is. Újoncként bizonyíthat a világ legkeményebb akadálypályáján az eddig 100%-os teljesítmény nyújtó Sandl Gábor, a legifjabb veszprémi falmászó Janzsó Róbert és a teológus ninja Molnár Bálint is. Hazai pályán próbál majd diadalmaskodni a brit Ninja Warrior győztese Johnny Ursui, és akár újabb világrekord felállítását is megkísérelheti Rippel Feri. A top 20 versenyzők közül 12-en küzdötték fel magukat a pokoli torony tetejére, köztük Vitányi Botond és a lovag ninja Virág Sándor is. Tamás Gyurinak épp hogy elfogyott az ereje a cél előtt, de így is magabiztosan jutott tovább. A döntőben való részvételhez legalább a 8. akadály, vagyis a rúdtánc végéig el kellett jutni. Ez Szarka Boldizsárnak és Lovas Benjaminnak épp úgy sikerült, mint Buzási Bálint Gergelynek és Böjte Dávidnak. A rendkívül erős mezőnyben ott lesz a grafikus ninja Dombi András, a pomázi maugli Huber Zoltán és a sajóbábonyi lovas ninja Szegedi Attila is. Mindannyian tiszta lappal indulhatnak a 20 millió forintos fődíjért.